Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt a legújabb videóm, amiben egy Call of Duty Ghostos gameplayt fogtok látni. Ez egy Tremoron lévő gameplay lesz, MTAR-ral fogok menni, és össze fogom foglalni a Call of Duty Ghost hibáit, legalábbis szerintem a hibáit. Ez a játék egy-két dologgal szerintem el lett rontva, legalábbis élvezhetetlenné teszi néha a játékot, és elég sokféle hiba van, de mindegyik ilyen kicsi-kicsi hiba, és ezeknek az összetétele eléggé elrontja a játékélményt. Úgyhogy bele is kezdek. Az első hiba, ami nagyon-nagyon irritáló, azok az ijedék. Az ijedék, majd fogod látni a gameplay során, hogy azok ilyen kis, hát végül is lehet mondani, hogy ilyen portable C4. Szóval lerakod, és hogyha átsétál valaki rajta, akkor az jóformán halott, meghalt. Semmiféleképpen nem lehet kikerülni. Hogyha meghallod a kis pityegést, akkor már halott vagy. És szerintem ez nagyon igazságtalan. Most patchelték elvileg, hogyha a földön van és felugrasz, akkor már kevesebbet sebez, meg minden. De ez egyszerűen annyira idegesít, hogy esélyt nem adnak a játékosnak, hogy kikerülje. A minap 18-es Gunstreak-en voltam, én még nem szereztem ebbe a játékba Campstrike-ot, és 18-es Gunstreak-en voltam, és tudod, vannak azok a pillanatok, amikor tudod, hogy belejössz a játékba, és tudod, hogyha most valami nem történik, valami elképesztő dolog, akkor valószínűleg meg lesz a Campstrike. Megláttam egy gyereket, kifutott az ajtóm, utána mentem, és láttam még egy gyereket, mondom, jó van, akkor most már 20-es killstreak-en vagyok, mert háttal futottak ki az ajtóm. És egyszer csak elkezdtem hallani a pityegést, már komolyan elkezdtem imádkozni, nehogy meghalljak, de felrobbantam. És az az elképesztő idegesség, ami akkor volt, hogy 18-es gunstreak-emet így meg tudják állítani, csak azért, mert ledobtak maguk elé egy ilyen kis ijedét. Méghozzá ebből le tudsz rakni kettőt is, hogyha beállítasz egy olyan perket, úgyhogy csak erről az egy dologról már el lehetne itt beszélni perceket, amint én meg is tettem. És a második dolog azok a kemperek. Nézd meg, az a Chávez ott fent ült az ablakba az egész meccs alatt. El nem mozdult onnan. És nem értem ezt, mi váltotta ki a játékosokból, mert a Black Ops 2-ben tegnap voltam fent, és Dominationben szereztem 72 killt. És egyszerűen ott nem kempelnek a játékosok, ott előre jönnek és ott játszanak, de itt valamilyen oknál fogva megfogják az ijedélyüket, lerakják maguk elé egy sarokba, és ott maradnak. És egyszerűen nem tudom, ez mi hozta ki a játékosokból, és én nem tartom magam egy rossz játékosnak, legalábbis annyira nem, szóval nem vagyok pro, de a kemperek ellen egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Még mindig ott ül fent abban a rohadt kis házban, és nem akar elmozdulni. És ezt összehozva azzal, hogy nagyok a pályák, annyi kis zigzug van, sarok, minden, hogy egyszerűen a kempereknek ez egy paradicsom, és nem lehet őket kiszedni, és itt meg két töltényből kiszed, vagy egyből, egyszerűen reagálni nincs időm. És ha ezt még összetesszük a rossz spannokkal is, mert itt a spannok, ahhoz képest, hogy mekkorák a pályák, folyamatosan az ember mögé spannolja a játékosokat. És én ezt nem értem, hogy nem sikerült megoldani, hogyha akkora a pálya, mint az egész Dead Island, akkor nem értem, hogy nem lehetett kialakítani normális spannokat. De elvileg most erre is készült egy patch, de én nem sok változást láttam, ugyanolyan hülye spannok voltak, hogy beszpannolok a játékba, és szó szerint ott vagyok az ember előtt, és már egyszer meg is haltam. Úgyhogy folyamatos hátbalövések vannak, és itt van az a varázslatos IED, egyszerűen mindig kiszed. Aztán még egy irritáló dolog, azok a kutyák. Nos, hát annyira igazából hosszú távon idegesítőek csak, vagy amikor ugyanúgy gunstreak-en vagy, és akkor jön egy kutya, és olyan vicces, hogy még mielőtt felugrik, már megöl. Úgyhogy eléggé ezeket nem szeretem, amikor a sniperhez még skill kell, szóval én azt mondom, hogy a sniperhez még skill kell valamilyen szinten. De ahhoz, hogy ledobj egy ijedét, vagy
egy kutyát behív, és jóformán esélye nincs az embernek, hogy lelője. Szóval azt nem szeretem, amikor nem adnak esélyt az embernek, hogy tegyen valamit az ellen, hogy meghaljon, hanem csak úgy egy csettintés is halottak. Úgyhogy az assault skill, score streakek, vagy nem is tudom mik ezek csak kill streakek, ugye? Igen, akkor kill streakek azok egyszerűen elképesztő gyengék. Mindig vagy specialistet használok, vagy supportot, mert az assaultok azok olyan gyengék, hogy összeszerzed a legmagasabbat, és alig lehet vele ölni 6-7-nél többet. Úgyhogy azokat így kerüljétek szerintem. A következő dolog az a kés. Mégpedig nem is maga a kés, hanem az, hogyha elfutsz egy ember mellett, és pánikból megnyomod a késgombot, így rángasz egyet, akkor a csáveszed kifordul, nyom egy 360-at, és beleszúrja az emberbe. Szóval ez ellen sincs esély. Pont itt van egy tökéletes példa, elmegyek mellette, és fordul egy 90 fokot, és kinyír. Csak azért, mert rányomott a késgombra. Kezdek kifutni, úgyhogy elkezdek sietni. Még kettő van, a tracker site, ami elképesztő idegesítő, ez olyan, mint a Black Ops 2-ben a Target Finder. Szóval nézzétek meg, egyszerűen becéloz, az kiszed, úgyhogy nincs sok esély. Az utolsó pedig a Wookie ruha, amit ugye sniper killekkel lehet összeszerezni. És szerintem ez is elég idegesítő, hogy ezzel is tökéletesen be lehet kempelni egy sarokba. Úgyhogy hát nem tudom, mit gondoltak ezzel kapcsolatban. De hát, hogyha nekik így tetszik a játék, akkor ugye így rakják ki. De szerintem ezzel elég sok mindent elrontottak. És szerintem be fogok rakni még egy kis gameplayt a hátuljába a végére, mert még van egy topik, amiről szeretnék beszélni, az pedig már a 10.26. channel update. Ez igazából arról fog szólni, hogy a minőséget rakom inkább a mennyiség elé. Magyarán mostantól inkább a minőségre fogok hajtani, úgyhogy szerintem a naponta videóról át fogok térni a két napontára, vagy lehet, hogy néha még három naponta is. Úgyhogy legalább jól meg lesznek editelve a videók. Ugye a Painful Plays-et is abba hagyom, azt csak úgy szólok. A GTA nem fog abba maradni, csak nem Painful Plays alatt fog futni, hanem csak sima GTA videók lesznek. Valamint lehet tudok berakni facecamet, ami izgalmas lesz. Valamint livestreamelni is lehet, hogy fogok tudni, de ez a facecam meg a livestream még kérdéses. És szeretnék adni egy shoutoutot egy csatornának, ami most indult, a Konzolmániának, ami két barátom, Bencenter és Benyúnak a csatornája, és ők ketten PS4-es csatornát indítottak. Azt hiszem, a csatornájukon látható majd Need for Speed Rivals, Battlefield, ilyen unboxingok, ilyen minőségi munka. Szóval egyetlen kritikám, ami lehet, az, hogy nagyon ritkán raknak fel videót, de hozzám képest, aki meg naponta felrak hármat, ugye nem lehet semmiféle kritikám feléjük. Úgyhogy ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, írjátok le a kommentekbe, hogy mint tudnék javítani a videóimon, és köszönöm szépen, hogy megnéztetek, Painful voltam, és a viszonthallásra.